Január elején kezdte el a felkészülést a Kölcsey DS-e, amely 25. idényét tölti NV-s bajnokságban. A harmadosztály északkeleti csoportjának listavezetője három tornán vett részt az elmúlt hetekben, és mind a három tornát meg is nyerte Hadobás István együttese. A tesztmeccseken is jól szerepeltek a lányok, úgyhogy a formára nem lehet panasza a szakvezetőnek, viszont akadnak más jellegű gondok a rangadó előtt. Vannak sérültjeink és betegeink is, elsősorban Márkus Gizella nagyszerű beállósunknak a ujja eltört, műtötték, most rehabilitációs mozgásokat végezhet, tehát rá mindenképpen nem számíthatunk hétvégén. A többiek, ha sérültek is voltak, de meggyógyultak, úgyhogy nagyon nagy elánnal készülünk a hétvégi rangadóra is. Hát ősszel egy nagyszerű mérkőzésen ezt a csapatot 13 gólra vertük itthon, ami őszintén engem is meglepett, egyrészt a játékunk minősége, másrészt a győzelem aránya. Hát most megelégednénk egy gólos győzelemmel is, és azon is leszünk, hogy sikeresek legyünk. A csapatkapitány Kelemen Gréta nehéz tavaszra számít, viszont bízik abban, hogy vannak olyan erősségei az együttesnek, amelyek hozzásegítik az őszi szereplés megismétléséhez. Mindenképpen a csapatszellemet emelném ki, nagyon jó egy ugrompendőrünk, nagyon segítünk egymásnak, tényleg harcolunk a pályán egymásért is, nem csak a játék kedvéért, nagyon szeretjük egymást, és szerintem ez a lényeg, ez a fontos, és ez az erősségünk a csapatnak. A Hajdúböszörmény Kölcsey DS-e mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik, hazai környezetben pedig egy héttel később a Miskolc ellen lép pályára először Hadobás István együttese.